Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk titeket, az én nevem Csont Attila, gyönyörű feleségem pedig. Csontné, Nagy Noémi. És ez pedig az idén sikeres vállalkozó lesz kihívásunknak már a 12. része, ahol az értékesítésről fogunk beszélni. A Business Akadémia oktatóanyagban egy egészen részletes modul szól az értékesítésről, ugyanis azt tapasztaltuk Attilával, hogy a Business Mentor programokon is a kezdő vállalkozóknak ez a legnagyobb kihívásuk. De tényleg szinte mindent egybevetve, ez az, amitől a legjobban félnek, ez az, ami óriási nagy gátat szokott okozni náluk, és ezért próbáltuk nagyon részletesen átadni a tudást ebben a modulban mert hát gondoljunk is bele, miért lennének jók értékesítésben az emberek. Mikor nem tanítják az iskolában, mégis honnan tudnánk, senki sem úgy születik, hogy profi értékesítő lesz, és körülbelül annyi tapasztalatunk van az értékesítésről, amikor a porszívó ügynökök próbálnak ránk valamit, az meg azért nem egy feltétlenül jó példa. Mm -hmm. és nézzük meg, hogy miért az egyik legfélelmetesebb dolog maga az értékesítés. Mitől félünk egyetlen? Hát számos ilyen félelem van. Az egyik például a múltban átélt visszautasítások. Az ember egyszerűen nem szeret visszautasítást kapni, rosszul esik neki az, amit ha nemet mondanak, és kicsit ilyen személyes sértésnek tudja ezt venni. A következő ok, amiért nagyon félünk az értekesítéstől, azok a negatív hiedelemrendszerek. Tele vagyunk, valljuk be, vagy a legtöbben tele vannak negatív hirdelemrendszerekkel, Például, hogy nem vagyok elég jó, nem elég jó a termékem, nem vagyok még ott, nem tartok még ott. Egy csomó-csomó kifogást elkezd keresni. Ez olyan, mint az agresszív kismalacnak a története a fűnyíróval. Nem tudom, ismered ezt? Nem. Gyorsan gyors, akkor elmondom. Az agresszív kismalacnak a kertjében megnőtt a, megnőtt a fű, és szüksége lenne egy fűnyíróra, de az övé az elromlott. És gondolja, hogy a hogy a medvéhez átugrik, bár tudja, hogy a medve nem igazán barátságos állat, átveri a többi állatot is, de gondolja, hogy mindegy, megpróbálja. És így elindul akkor a, medvéhez, és így útközben elkezd gondolkozni, hogy de hát bazd, hogy a is a borzot hogy átverte, meg ilyen mekkora nagy botrány lett belőle. Na mindegy, hogyha már elindultam, megyek tovább. És hogy megy, 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 közeledik akkor a medve házához az agresszív kismalac, és elkezd megint gondolkozni, hogy kialkul benne az érzlem, hogy ó, oh, de hát de hát biztos, hogy nem fogja odaadni. Tudja, hogy nem. Biztos. Tragédia lesz. Össze fognak veszni, és ki fogja őt dobni a francba. Mindegy, odaér a medve házához, bekopog, és amikor várja, hogy a medve kinyissa az ajtót, közben megint csak őrlődik, őrlődik, hogy hú, és felesleges volt eljönni eddig, csak az időmet pazarlom, tudja, hogy kinyitja az ajtót, nem ezt fog mondani. És így a medve kinyitja az ajtót, meglátja az agresszív kismalacot, és barátságosan mondja, hogy Szia kismalac, miben tudok segíteni? Bazd meg a fénynyíródat! <laughs> <laughs> gyakorlatilag így működünk szinte, hogy <laughs> egy csomószor már magunkat lebeszéljük, és, és, a, és ezek táplálják bennünk az erőt, hogy úgyse fog sikerülni, úgyis nemet fognak mondani. És, és már úgy ülünk le egy ilyen ö, kis agresszív állapotba, és ö, hát ezért, ö, ezért nem szokott sikerülni egy értekesítési beszélgetés. Szóval te ne legyél agresszív kis malac. A következő, hogy nem hiszel kellőképpen a termékedben vagy szolgáltatásodban. Vajuk, be, amikor még kezdő vagy, és esetleg egy olyan szolgáltatásod van, amit még ö, profi nem vezettél végig, átozzék, akkor persze ott lehet benned ez a kis druk, hogy ú, vajon milyen lesz. De azt gondolom, hogy ha hiszel abban az üzenetben, amit képviselsz, tehát megvan a érted, megvan a segíteni akarásod, akkor. A lehető legmélyebb meggyőződéssel kell hinned abban, hogy ez igenis jó, és igenis segíteni fogja az ügyfeledet. Vagy, ha nincs meg ez a meggyőződés, akkor nézd meg, hogy akkor miért ebben a bizniszben, vagy bármikor uh -huh. mondhatod azt, hogy ebben nem igazán tudok hinni, akkor tovább megyek, és egy másik bizniszbe fogok belefogni. Szóval a lehetőség adott. A következő, amiért félnek az emberek az értékesítéstől, hogy túl nyomulósnak tartják, hogy hú, hányszor hallottam már én is azt, hogy hát de Ati, hát én, 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 nem vagyok ilyen nyomulós, én most nem, 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 nem akarom másokra erőltetni az én akaratomat, vagy az én termékemet, és, és nem erről szól az értékesítés, szóval nem kell nyomulnod. A következő, hogy az értékesítést egy kicsikét konfrontálódásnak vesszük, hiszen akkor ott valószínűleg kicsit az az érzés van bennünk, hogy nekünk meg kell győznünk valakit valamiről, és ő meg ezt nem akarja, és akkor hogy itt a kettő érdek az ütközik. Ez nem erről szól szintén csak. Mielőtt elkezdjük összeszedni, hogy mi az értékesítés, kezdjük el szerintem a másik oldaláról, hogy szedjük össze, gyűjtsük össze, hogy mi nem az értékesítés, mert sajnos a legtöbben viszont ezt próbálják csinálni, hogyha ezek közül elkezded majd így felfedezni, hogy te is ezek közül elköveted ezeket a hibákat, ezeket szépen majd kezd el elhagyni, és majd, majd a jó értékesítéssel próbáld ezeket kiavítani. Az első, hogy mind nem az értekesítés, nem rólad szól, hanem az ügyférről. Egy csomó ember, amikor leül egy másik emberrel, hogy én most akkor el fogok neki adni valamit, akkor magára koncentrál, az ő nyerességére koncentrál, hogy mennyire sok pénzt fog tudni ezáltal keresni, az ő félelem érzetére próbál fókuszálni, és lesz am amúgy, hogy mi van a másik félel, neki az a cél, hogy ő azért ült le, hogy el kell adnia neki a és ez nem is csak ott működni, szóval ne rólad szóljon az értékesítés. Igen, vagy hogy hú, és csak igent mondja, hogy meg legyen az első ügyfelem, hogy végre legyen egy bevételem, hogy megállapodjak, hogy elkezdhessem, és uh, igen. Illetve nem a szolgáltatásunk, vagy a termékünk az ügyfél torkán való lenyomása, szóval, hogy nem arról van szó, hogy minden áron nekünk az a dolgunk, hogy ha akarja, hanem nekünk jó rá kell sózni a másikra, majd a mit igennél, ott majd elmondjuk, hogy ennek hmm. az ellentétét, hogy valójában mi az, amit ehelyett érdemes csinálni. Hmm. Illetve maga az értékesítés az nem agresszív. Nem egy olyan dolog, amit az ügyfél nem akar, viszont neked Kényszerből meg kell csinálni, ez hasonló az előzőhöz, hogy nem kell lenyomni az ügyféltorkán a termékedet vagy a szolgáltatásodat, nem kell agresszívba átmenni. Illetve nem a pénzről szól, hogy minél több pénzt keres, hanem sokkal inkább a segítségadáson van a hangsúly, hogy a másik életét jobbá tud tenni. Uh -huh. És itt most jobban merülhet fel benned a kérdés, hogy de hát Ati, hogy mondhatsz ilyen hülyeséget? Az egész az arról szól, hogy pénzt keresünk, és az értékesítés is nem arról szól, hogy pénzt keresünk. De, de nem. Na most jó, megadtam a választ, igen. M maga a pénz az már csak egy eredmény, és nem lehet cél. Maga a cél az, az a win-win együttműködésnek a kialakítása, hogy te az A-ból B-be eljutasd az embert, és ő ezért meg majd eredményként fog majd neked pénzt adni. Szóval maga a fókusz kell áthelyezni másra. Illetve nem egy 5 perces sürgetés, ezt nem feltétlenül lehet lerendezni, mondjuk csak úgy a livben, amikor összefutsz valakivel, hogy gyorsan rátukmász valamit, hanem ennek azért van egy ideje, egy módja, jobban meg kell ismerned az ügyfelet, hogy valójában mire van szüksége, milyen problémái vannak, stb. Szóval ezt 5 perc alatt nem igazán lehet lerendezni, ennek mindenképp érdemes időt hagyni. Illetve van egy ilyen um, szélsz-technika is, amit sokan rosszul alkalmaznak, hogy uh, hogy elkezdik sűgetni az embert, hogy neked most kell dönteni, mm. van 5 percet, különben, hogyha nem döntesz, akkor 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 holnaptól már jönnek 20-80 helyeted, és elviszik ezt az adott terméket. Ez nem jó, mert ez negatív manipuláció, illetve a másik félben egyfajta ilyen belső feszültséget, egy stresszt, egy ellenállást fog majd kiváltani ezáltal, és ez nem fog működni. Nyilván uh, lehet jól is alkalmazni, mert uh, én is alkalmazom, meg velem is alkalmazták már mm. egyébként ezt, de ennek, ennek van egy jó kicsengés, egy jó felhasználási módja. Igen, az ingatlan értékesítőkkel tapasztaltuk ezt, hogy nagyon-nagyon hogy feszítő és kényelmetlen érzés az, amikor egy nagy horderejű döntést kell meghoznod, hm. de ö, ilyen sarokba érzése, ma kell dönteni, mert különben elviszik. Az nem feltétlen vezet jóra, és hmm. a másikban is rossz érzést fog kelteni. Ez nem jó technika. Hmm. Ami még nem értékesítés, hogy ez nem negatív manipuláció. Igen, befolyással vagyunk a másikra, valamilyen szinten benne van a manipuláció, viszont semmiképpen sem negatív irányba, nem akarunk rosszat a másiknak. Hmm. Mi akkor az értékesítés? Kezdjük először gyűjteni. Az ügyfeleink szolgálata a lehető legmagasabb szinten. Már akkor, amikor értékesítész, már akkor is megvan a lehetőséged arra, hogy valamilyen szinten jobbá tedd a másiknak az életét, akár inspirálva, akár egy-két jó tanácsot adva, akár csak megmutatni neki azt, hogy milyen lehetőségei vannak. Uh -huh. És maga az értékesítés, amikor leülsz az ügyfél jelöltel szembe, és a szemébe nézel, akkor neked az az első feladatod, hogy megértsd, az ő problémáit megértsd, hogy ő mit szeretne, megértsd, hogy Effektíve, mint átültnél az ő testébe, az ő problémájába, az ő gondolatába. Mert hogyha megvan ez a megértés, akkor onnantól kezdve sokkal könnyebben fogsz tudni az ő fejével gondolkozni, az ő nyelvével beszélni, és akkor tudsz majd egy win-win szituációt kialakítani illetve megismerni az ügyfél álmát, és látható közelségbe hozni. Ez is nagyon fontos, hogy tud, hogy mi egyáltalán mi az ő célja, mert ilyenkor egyébként az is kiderülhet, hogy nem te vagy számára a megfelelő megoldás, vagy nem is az a szolgáltatásod, amire egyébként gondoltál, lehet, hogy egy másik sokkal testhez állóbb lenne neki, ezt mindenképpen érdemes feltérképezned. Illetve az értékesítés során neked a hidat kell képezni, vagy sőt az együttműködés során te vagy a híd. Méghozzá a mostani a pontból, ahol az ügyfél jelenleg van az összes problémájával, az összes vágyával, az összes gondolatával, neked el kell tudni jutatni az ügyfelet a B állapotba, a vágyott állapotig. És ergo te a hidat fogod majd képezni, és az értekesítés során ezt a hidat kell neked majd bemutatnod illetve egy baráti, kötetlen beszélgetés is lehet, aminek a vége egy win-win szituáció. Tehát mindenképpen erre kell törekedni, hogy mindkettőtöknek ez egy előnyös együttműködés legyen, és szerintem ez a nagyon-nagyon fantasztikus dolog abban, hogyha vállalkozó vagy, hogy nem kell fűtfát elvállalni, akár lehet, hogy az értékesítés során te fogsz úgy dönteni, hogy én ezzel az emberrel inkább nem szeretnék együtt dolgozni, vagy azért, mert nem szimpatikus, vagy azért, mert nem tudnál neki érdemben segíteni, illetve neki is nyilván lehetősége van arra, hogy meghozza a döntést, hogy te szimpatikus vagy -e neki, vagy nem, de mindenképpen az a lényeg, hogy a végén mindketten mosolyogva álljatok fel, mindketten úgy érezzétek, hogy ez egy jó dolog kezdete. This is the beginning of a beautiful friendship. Igen, és így most két gondot is um, Az egyik az a túl teljesítés, szóval, hogy az ügyfélnek jobban megérje vele dolgozni, mint te vele, mint te neked vele dolgozni. Szóval hogy mindenképpen az lenne a cél, hogy szedd össze azokat a dolgokat, hogy te hogy tudod jobban szolgálni az ügyfeledet, és ő azt érezze, hogy ő tényleg sokszorosan túl van szolgálva. A másik pedig egy nagyon-nagyon kulcs fő gondolat, hogy neked nem kell mindenkivel együtt dolgozni. Szóval attól, hogy ott vagytok egy per egyben az emberrel, és éppen beszélgettek, és mondjuk az ügyfél akarná az, hogy veled együtt dolgozzon, de te viszont azt érzed, hogy ú! nem ő az az ügyfél, aki az én fő célcsoportom, nem éppen a buyer nem sőt, inkább egy nagy ilyen ellenségemnek se kívánnám ember. akkor nyugodtan mondhatod azt neki, hogy sajnos kedves Gyuri, sajnos én most úgy érzem, hogy hogy ez az egyik működést nem jöhet létre, Ettől függetlenül sok sikert kívánok, és uh, további szép napot. És nyugodtan le tudod zárni, és el tudsz menni. Nem kell minden rossz uh, ilyen együttműködésbe beleszállni, a másik pedig ez egy nagyon-nagyon kulcs gondolat, hogy mindig hallgass az érzéseidre, a megérzéseidre, mert az sosem csal. És uh, majd, majd, biztos lesz szó a későbbiekben, vagy az akadémiában a pénzkezelésről, hogy legyen mindig annyi tartalékod, hogy ne kényszerülj bele az ilyen rossz megállapodásokba. Mert hogyha nagyon-nagyon szorít a cipő, nagyon-nagyon szükséged van a pénzre, akkor bele fogsz menni rossz együttműködésekbe, ami meg viszont mind a két fél számára szerintem egy ilyen kinkes elveség lesz. Bármikor mondhatod azt az ügyfélnek, vagy az ügyfél előttnek, hogy én nem akarok veled együtt dolgozni, ez egy óriás nagy felszabadulás érzést fog majd neked jelenteni. Illetve a másik még az odafigyelés. Tehát, hogyha elkezdesz értékesíteni, akkor nyilván fel kell térképezned a másiknak a helyzetét, hogy most hol tart, hova szeretne eljutni, stb. Tehát minél jobban meg tudod ismerni. És akár születik belőle együttműködés, akár nem, a másik félnek ez mindenképpen egy jó érzés, hogy odafigyelnek rám, valaki meghallgat, valaki kíváncsi rám, valaki érdeklődik rólam, hogy én miket szeretnék, hogy velem mi a helyzet. És ö, tényleg, hogyha semmi nem is születik belőle, ö, a figyelem, amit adsz a másiknak, a figyelemből van az egyik legnagyobb hiány, és ez egy hihetetlenül jó érzés, amikor azt érzi az egyik fél, hogy valaki meghallgatott engem, valakinek elmondhattam a gondolataimat. Uh -huh. És ezért kell mondjuk egy értékesítési prezentációra úgy menni, hogy ki vagy pihenve, fejben ott tudsz lenni, mert neked a legjobb élményt kell átadnod abban a, abban a mondjuk 30-60-90-120 percben. De nézzük meg, hogy Végső soron ki fog nyerni a prezentáció vagy az ártárgyalás során? Az, aki többet beszél, vagy az, aki többet hallgat. Nekem van egy gondolatom, mert hát én egy csomószor megéreztem már azt, hogy megtapasztaltam azt, hogy mikor leültem egy értékesítővel beszélni, akkor nekem nem kellett túl sokat beszélnem vásárlóként vagy vásárló jelölként, -jel -jel mert ő kitette a prospektusait, és ő effektíven 45 percen keresztül szinte megállás nélkül csak beszélt. Ez a jó módszer akkor, nem? Hát nem. Az a jó értékesítő, aki jól tud hallgatni, és jól tud kérdezni. Minél jobban megismeri a másik félt, annál több információ lesz nála, tehát ő lesz nyerő helyzetben, és tudni fogja, hogy mi az, amire appelláljon akkor, amikor értékesít. Miket hangsúlyozzon ki, milyen kérdéseire, milyen érzéseire, hogyan érdemes reagálni. Merüljünk el még jobban a témába, hogyha te jó terméket árulsz, vagy tudod, hogy te jó vagy, jó szolgáltatást nyújtasz, akkor neked kutya kötelességed, ismétlem kutya kötelességed a másik félnek átadni a te tudásod, a te ö, szolgáltatásod, hogy ő ezáltal gazdagabbá tudjon válni, akár, akár anyagilag gazdagabbá, akár pedig egészségesebb, vagy bár, bármilyen más módon gazdagabbá. Szóval, hogy mindig ez legyen benned, mikor leülsz egy ügyféllel tárgyalni hogy ne a belső félelmekre gondolj, hogy mi lesz akkor, ha nemet mond, vagy úristen, milyen konfrontálódások lesznek, hanem az legyen benned, hogy a te tudásoddal mennyivel jobbá tudod tenni az ügyfél ö, életét. És hogyha ez tényleg így van, akkor, akkor ez a fajta belső felszültség ez teljesen nullára lecsökkenthető. Igen, illetve azt gondolom, ha az alapok rendben vannak, tehát tudod, hogy mi a miért, tehát mi a nagy víziód, mi az, amiért minden reggel felkelsz, hogy mi a te hitvallásod, mi hova szeretnél eljutni, mit szeretnél adni a világnak, hogyha ezek rendben vannak, akkor az értékesítés is sokkal kevésbé félelmetes, mert tudod, hogy te egy jó ügy érdekében cselekszel, tudod, hogy te jót akarsz a másiknak. Szóval itt nagyon sokszor én azt látom, hogy a mindsetben van a probléma, uh -huh. hogy nem hisz eléggé kellőképpen az ember magában, viszont minél jobban hiszel magadban, minél többször bizonyítottál, minél több eredményt tudtál elérni az ügyfeleidnél, annál jobban meg fog jönni a magabiztosság. Uh -huh. És kezdésnek azt is meg tudod csinálni, addig, amíg nincs meg ez a tapasztalás, hogy te milyen hatással tudsz lenni másokra, hogy akkor vállad el ingyen. Vagy akár csak egy utólagos fizetésre. Hogyha meg volt elégedve mondjuk az adott weboldallal, akkor kell majd neki fizetnie. Hogyha nincsen megelégedve, akkor viszont ö, nyilván nem kell akkor neki ajándékból adni, hanem akkor effektív, akkor ő nem, ö, nem, nem kapott semmit, de nem is fizetett semmiért. Szóval ilyen irányba is el tudsz menni. Viszont nagyon fontos egy, egy, arról is beszélni, hogy egy, nagyon sokan elkezdenek egy ilyen produktív halogatásba átmenni, hogy inkább megírnak 10 blogbejegyzést, mint hogy egyetlen egy embert felhívjon a telefonon, vagy, vagy leüljenek vele személyesen, hogy bemutassák az ő szolgáltatásaikat. Nem kell beszarni attól, hogy mondjuk valakivel leülsz beszélgetni, és mondjuk egy értékesítési tárgyalást fog csinálni. Muszáj egyszerűen, nem megkerülhető szerintem ez a folyamat. Igen, és hogyha kezdő vállalkozó vagy, akkor napi szinten kell foglalkoznod azzal, hogy ügyfeleket szerez. Főleg, hogyha még nincsen, vagy még csak nagyon kevés és bőven van még kapacitásod. Amikor elkezded a vállalkozásod építeni, nyilván. Vannak bizonyos alapok, mi is egy folyamatot azért felvázoltunk, hogy tudd ki a célcsoportod, meg a termékpiram is legyen, meg meg el kiáramoltatni, szóval ezek is mind fontosak, viszont egy idő után nem szabad, hogy csak ezt töltsd ki a mindennapjaidat, neked minden egyes nap dolgoznod kell azon, hogy új ügyfeleket szerez, és nem úgy, hogy megírsz egy posztot, és akkor majd arra biztos lesz jelentkező, hanem közvetlen módon, úgy, hogy értékesítesz, úgy, hogy megkeresel ügyfeleket, úgy, hogy leülsz és, és tárgyaltok az ügyfélel, és megpróbálod a te szolgáltatásodat bemutatni, és azon fogsz dolgozni, hogy meg tudjatok egyezni. Te hogy állsz a kenyérsütéssel, Naimi? Én nagyon nagy kenyérsütő bajnak vagyok. <gül> Aláírom. <gül> Igen, azért kérdezi ti, mert ez a, valahogy a sütéshez is hasonlít ez a párhuzam, hogy amikor előkészülünk a vállalkozásra, akkor tesszük bele az energiát, jó kis posztok, meg egy-két videó, fú, dolda, marketing marketingautomatizálás, tehát minden, 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 de nem értékesítünk. És ugyanígy a kenyérsütésnél tehetsz vele tök jó alapanyagokat, meg kereszted, meg gyúrod minél jobban, meg fú, még egy picit ilyet rakunk bele, még egy picit olyat, de ha nem sütöd meg, akkor mi a fenének csinálod Szóval hiába van egy csomó-csomó előkészület, ha nem értékesítesz, akkor minek? Szóval maga a kenyésítés az az értékesítés, vagy az értékesítés maga a kenyésítés. Nyilván te sem ö, szeretnél nyers kenyértésztát az arcodba tömni, ö, mert az hát nem, nem, nem fogsz jól lakni. Muszáj megsütni, az, az meg akkor nyilván az értékesítés. Végső soron az fogja majd neked a pénzt behozni. És pláne indulásként, meg ez hatányozottan igaz, mert. Ö, ö, hogyha már megvan a vállalkozásod, megvan a szolgáltatásod, megvan a célcsoportod, akkor onnantól kezdve akár egy nap alatt lehet pár tízezer, vagy pár százezer, vagy akár hát jó, egy-két millió forintot is megszerez, de az már ez egy kicsit ilyen hardcore level szint, de pár tízezer forintot már az első napon tud szerezni, hogyha az előző rendszerek meg a folyamatok jól fel voltak építve, meg van célcsoport, van a bizalomépítés, meg stb. stb. Gyűjtsük össze, hogy hogyan tudjuk legyőzni a félelmet. Az egyik, hogy a fókuszt áthelyezed saját magadról az ügyfélre. Tehát nem azon fogsz kattogni, hogy fú, most nekem el kell adnom, ú, most ebből szerződés kell, ú, most meg kell szerezem az első ügyfelemet, hanem azon dolgozol, hogy az ő életét hogyan tudod jobbá tenni, neki hogyan tudsz segíteni, neki milyen megoldást tudsz nyújtani. Uh -huh. És nem az a cél, hogy a sebedet minél vastagabbra töm, szóval ezt a, hogy mindent a pénzért csinálunk, ne ez legyen a fő, ez már csak az eredmény, ne örlögy. És ö, nekem még annó annó kezdő értékesítőként, amikor a szupernő 90 napos programot szoktam, vagy árultam még régen, 6 éve kb, akkor én telefonon keresztül hívtam fel a leendő vásárlóimat. És ö, annyira rossz érzés volt, amikor felvettem a telefont, hogy amikor bejutottam a ö, telefonszámot, felhívtam, szia Zsuzsi, csont Attila vagyok a szupernő programtól, tudtam nyilván, hogy ki vagyok, mert nem hideg piac volt, hanem már ők megadták a telefonszámokat egy ilyen konzultáció keretein belül. Viszont az első nem után én olyan rosszul éreztem magam, hogy így leültem, veroskodtam a kanapéra, bekapcsoltam a tévét, és így Annyi volt az, az nap. Annyira rosszul éreztem magam, mert én úgy éreztem, hogy nem kell neki a termékem, nem szeret, kudarcot vallottam, és így, és így nagyon rossz érzés volt. És másnap, mikor felkeltem, tudtam, hogy fel kell hívni, akkor megint a következő ügyfelet, és már volt bennem nyilván egy ilyen gyomorgörcs érzés, hogy basszus, és ha megint nemet kapok, akkor megint nem fogok csinálni semmit, akkor így soha nem fogom tudni kifizetni a számlákat, meg soha nem fogok pénzt keresni. És akkor csináltam egy ilyen kis mindset fejben átkatintást, hogy kitűztem egy célt, hogy naponta öt emberrel kell beszélnem, sőt, öt nemet kell gyűjtenem. Szóval a nemeket kezdtem el gyűjteni. Egy picit ilyen hülyén hangzik most így elsőre, de mindjárt elmondom a lényegét. Hogy ha beszéltem egy ügyféllel, és kaptam egy igent, akkor kaptam pénzt, akkor ott volt egy jó érzés. Hogyha viszont nemet kaptam, akkor nem volt az az előző nap átérzett negatív megérzés, hanem akkor ott volt, hogy oké, egyel közelebb voltam a napi célom teljesítéséhez. Kipipáltam akkor azt az egy nemet, és hívtam a következőt. És nyilván a legjobb tudásom alapján próbáltam értékesíteni, ami vagy pénzt hozott, vagy pedig közelebb volt a Macron nap végéhez a, az, 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 az ötös célhoz. És ez nagyon-nagyon jól bevált nálam, vagy nagyon jól működött nálam, és ezt az ötöt nyilván felvétem tízre, aztán húszra, aztán ra aztán ötvenre, és azt szerettem észre, hogy egyre több megrendelést tudtam generálni, és pár nap alatt ilyen több mint 100 forintot tudtam eladni egy ilyen 10 forintos programra. Szóval nagyon-nagyon jó sikerélményt tudtam ezáltal a kis által kattintással elérni. A másik a bőség gondolata, amit az Ati már az előbb említett egy kicsit, hogy ö, akár igen lesz, akár nem minden rendben van. Azért, mert van egy kis pénzügyi tartalékot, tehát nem ezen múlik az életed, nem ebből a pénzből akarsz holnap ételt adni a gyerekeid elé, hanem van egy kis tartalékod, és úgy értékesítesz. Hogyha ez a biztonság megvan, akkor úgy sokkal könnyebb értékesíteni. Az értékesítésnek három fő fázisa van. Na, mi az első fázis? Az első, hogy tudd meg, hogy mi a kiindulópont, hogy mi a problémája, hol van az a helyzet, ahol ő most áll, és ezt a lehető legjobban feltérképezni. Uh -huh. Ez tehát akkor az A pont. A kettes pont, az viszont akkor a B pont, hogy megtudjuk az ügyfélnek a vágyott állapotát, hogy hova szeretne eljutni, akár hol szeretne lenni két-három év múlva, milyen házban szeretne lakni, mennyi pénzt szeretne keresni, mivel szeretne foglalkozni, milyen párt szeretne mellé, hova szeretne menni nyaralni, hogy hívják a kutyájának a nevét. Szóval mindent, ami a szélszel kapcsolatban fontos lehet, próbálj minél jobban mindent megtudni akkor az ügyfélről. A harmadik pedig, hogy milyen megoldással szeretné ezt elérni. Egy saját példát mondva, nekünk többféle megoldásunk is van. Van például a személyes mentorprogramunk, ami egy csoportos dolog, vannak egyéni mentorprogramjaink, amikor csak egy valakire fókuszálunk, az adott ügyfélre, illetve van az online anyagunk, az akadémia, amit a saját tempójában végez, és ő maga dolgozza fel úgy, ahogyan ő azt szeretné. És nyilván, hogyha valaki mondjuk kalocsáról nem akar egyfolytában Pestre felutazgatni a csoportos mentorprogramba, akkor neki sokkal jobb ötlet az, hogyha az akadémiát választja. Tehát ezt is fel kell térképezni, hogy milyen jellegű megoldása a számára a testhez álló. Mm -hmm. És egy ilyen beszélgetés során nyilván fel tudod mérni, hogy akkor ő számára melyik terméket, vagy mely, melyik szolgáltatásod lenne a legcélra vezetőbb. És hogyha tudod, hogy mondjuk neki a hardcore-abb szolgáltatásra van szüksége, szüksége, és a pénz nem számít, akkor nyilván akkor az a full, brutál, legdrágább, exkluzív ajánlattal indítsd. Hogyha az sokkal, akkor már onnan tudsz downsellelni. Viszont, hogyha tudod, jó, hogy mondjuk munkanélküli és, és el van messze viszont szeretnél segíteni, akkor nyilván akkor egy ilyen full belépő terméket próbál neki akkor felajánlani. Igen, vagy hogyha ha egyáltalán nem is tud fizetni, akkor pedig egy ingyenes anyagot, egy tartalmas blogbejegyzést elmondod, hogy melyiket olvassál, és akkor már azzal is tudsz neki segíteni. Uh -huh. Ezért jó, hogy ha jól fel van építve a termékpilomisod, hogy bármilyen szinten van az ember, mindig tudsz neki valamit ajánlani. És ezért is mondom azt, hogy egy sikeres vállalkozás összefoglalva egy mondatban, hogy tudd meg, hogy mire van szüksége a fizetőképes célcsoportnak, és add azt. Mert akkor ezzel a módszerrel tudja, hogy nem fogsz mellé nyúlni. És a következő ilyen nagyobb gondolatmenet az pedig a kifogáskezelés, mert itt szokott a legtöbb értékesítő elvérezni szerintem hogy a maga a kifogás az csak kérdőjelek az embereknek a fejében. Azért azért hozzák ezeket a kifogásokat, mert valami az előző prezentációban nem volt egyértelmű. Igen, ez egy információhiány, és szerintem ez nagyon át tudja fordítani az emberben a hozzáállást ezekhez a kifogáshoz, mert elején úgy tűnhet, hogy Úristen, akkor neki nem tetszik ez, amit én adok, hogy ő ezt nem akarja, hogy fú, jó, hát akkor mindegy, akkor hagyjuk végül, és akkor nem is érdekes. Pedig, hogyha megválaszolod, hogyha a kifogást az megfelelően tudod kezelni, akkor lehet, hogy egymás tenyerébe tudtok csapni, mert kiderült, hogy csak egy kérdője volt az ő fejében. Uh -huh. Egy gyors kérdés. Hány nap van egy héten? 7. Hét. Hány feje van a sárkánynak? 7. Hány kifogást kell kezelni? 12. Ja nem, hét. <laughs> Igen, van egy ilyen mágikus szám, hogy hét kifogásig kell elmenni, hogyha. Hogyha a hét kifogásnál tovább megy az ember, hogy annyira, annyira akadékoskodik, akkor ott neked kell azt mondani, hogy sajnos nem fogunk tudni együttműködni. Viszont, hogyha a hétig el tudod vinni, akkor jó eséllyel igen lesz belőle. És szerinted a legtöbb értékesítő hány kifogást szokott kezelni? Te tudod már a választ? Én tudom már a választ. Nem sokat. Nullát. Igen. Általában azt szoktam megkapni válaszként, hogy ilyen kettőt-hármat szoktak azért. Nem, a legtöbb értékesítél nulla kifogást kezel, mert az nem kifogáskezelés, hogy neki sok mondjuk a 80 ezer forintos program, vagy akkor azt így ö, odadod neki mondjuk 60 ezer forintért, vagy 50 ezer forintért. Ez nem kifogáskezelés, ez egy számodra nem win szituációnak a kialakítása. És van egy nagyon jó módszerem, a kockás füzet módszer, ami mit jelent, Noémi? Ez azt jelenti, hogy amikor gyűjtöd ezeket a tapasztalatokat az értékesítés kapcsán, akkor a kifogásokat, amik felmerülnek, azokat szépen írd le, és, és kereállj rájuk egy választ, ami jól bevált, ami egyszerűen elmagyarázza, hogy ez az adott kifogás az miért nem helytálló. És ez nagyon sokat fog neked segíteni abban, hogy amikor későbbiekben is értékesíteni kell, akkor már rögtön előhúzol a tartsfogyottból egy, egy megoldást, ami számukra megválaszolja a kérdésüket. És ez nagyon jól működik egy mert a kezdő értékesítőket öm, azért így meg lehet állapítani, hogy ki kezdő és ki a profi. Mert hogyha felteszel egy, öm, egy kérdés, vagy egy kifogással jössz neki, akkor a személy látszott, hogy így bepánik, hogy ó, Isten, úr, Isten. És így elkezd kattogni az agya, hogy mit mondjon rá. És akkor leggyakrabban ilyenkor azt mondja az ember, hogy de hát ez nem így van, de hát nincs igazad, de ez nem annyira drága. Vagy jó, de ez így pestiek is, vagy nem csak pestiek tudják megvenni. Szóval elkezd szembeszállni veled, és, és látszik, hogy be van parázva, de hogyha te jól fel tudsz készülni, és meg vagy meg tanulod azt, hogy, hogy milyen kifogásra milyen választ kell adni, akkor azzal meg lesz az a fajta lelki nyugalom, az a belső béke, és, és nem fognak tudni kizökkenteni. És ez a, ez a másik ilyen fő kulcs gondolat, hogy próbáld megőrizni ezt a belső békét az egész prezentáció során. És nagyon fontos, hogy ha valaki kifogással él veled szemben, akkor nem azt mondjuk, hogy hát, de, hát de ez nem annyira drága, vagy ne akar szembeszállni vele, hanem mit kell csinálni, noemi? El kell fogadni, le kell nyugtázni. Tehát azért az értékesítéshez empátia is szükséges. Tehát el kell fogadni, hogy ő ezt így gondolja, egyet kell érteni vele. Igen, értem, hogy drága, tényleg nem olcsó, viszont ezáltal olyan eredményeket érhetsz el, ami után azt fogod érezni, hogy ezt még többet is kifizettem volna, értem. Uh -huh. Mert hogyha te szembeszállsz vele, akkor ott lesz egy konfrontálódás, akkor két ellenségként fogtok beszélni tovább. Hogyha viszont azt mondod, hogy oké, okay, ez valóban ez nem, nem, nem olcsó, elemben drága, de, amit az előbb mondtál, ott már viszont akkor egy síkon tudtok tovább menni, mint, mint két testvér, vagy mint egy pár, vagy mint egy barát, és akkor hogy egy véleményen vagytok. Szóval nem mint ellenség. Nagyon-nagyon nagyon fontos technika. És a végére hoztunk újabb három tippet, ügyfélszerző módszereket. Így van. Az egyik, hogy legyen egy top 100 listára az álom ügyfeleidről, akár cégek az ügyfeleid, akár magánszemélyek, nyugodtan írd össze, hogy kik azok, akikkel a lehető legszívesebben dolgoznál, és hát ne csak írd le, hanem keresd is meg őket. A következő a kávé módszer, amit már korábban említettünk egy videónkban. Ennek az a lényege, hogy leültök egy kávéra, és egy ingyenes konzultációt adsz neki lényegében, amikor ebben a fél vagy egy órában megoldod az ő problémáját, próbálsz neki segítséget adni, és hogyha úgy érzi, hogy a te szolgáltatásod adja ezt a segítséget, akkor egymás tenyerébe tudtok csapni. Végül pedig az utolsó, a harmadik, hogy írj rá potenciális jelöltekre, ismerősökre, tényleg néz körül az ismerősi körbe, hogy szeretné egy kis szívességet kérni tőle, és itt el tudod mondani, hogy mi az a dolog, amit te kitaláltál, hogy van egy ilyen szolgáltatásom, ez erről is erről fog szólni, tudsz esetleg valakit, aki számára érdekes lehet, esetleg neked ez érdekes lehet, és akkor el tudtok kezdeni közösen gondolkodni, és akár belőle is lehet ügyfél, vagy pedig ajánl valakit, aki számára ez valóban izgalmas lehet. És ebben van amúgy egy, egy csavar, amit így jobban kiemelnék, hogy amikor felhívod azt az ismerőst, hogy szia kedves Jucikám, olyan régen beszéltünk már, én ezzel elkezdtem foglalkozni, nem akarok neked semmit eladni, nem kell megérni, tudnál -e egy olyan ismerőst mondani, aki és amikor így elkezded leírni, hogy ő, hogy gondolkozik, milyen élethelyzetben van, mi a foglalkozása, hogy néz ki, és hogy én egy ilyen embert akarok, hogyha tudsz ilyet az ismerősi körödből, akkor kérdezz szól neki, mert ebben meg ebben meg ebben akarok neki segíteni, és ilyen meg ilyen meg ilyen eredményt ö, szeretnék nála el, elérni. És nyilván ilyenkor az ember azt fogja majd érezni, hogy basszus, Miért szóljak neki, amikor én itt vagyok, én itt vagyok, itt vagyok? <gül> <gül> És akkor nyilván akkor ő fogja majd felajánlani, hogy ez is egy nagyon-nagyon-nagyon jó módszer arra, hogy ügyfeleket tudsz szerezni. Hogy egy picit ilyen öm, át tudsz menni így a, a, az ilyen főbb ellenálláson, vagy a főbb ilyen komfortzónán, Ö, tök jól működik. Igen, egyébként az akadémiában vannak külön tananyagok, amik az akadémián kívül az összes tananyagunk lényegében, és ott van ilyen, hogy a 37 ügyfélszerző módszer, és ott részletesen ki van fejtve 37 olyan megoldás, amivel ügyfeleket tudsz szerezni. Uh -huh.